Sziasztok, nagy szeretettel köszöntelek benneteket, abból az apropóból, hogy mostanában többször jöttek elém olyan drága tesók, akik valamiféle rabságban, függőségben élnek, és megmondom őszintén, hogy sajnálom őket, és azért is született ez a kis videó, sajnálom, amikor a testvéreimet, Istennek a gyermekét az ellenség rabságba tudja tartani, és nem tudják megélni azt a szabadságot, amit Jézus Krisztus megszerzett nekik, és újra visszarántja őket az ördög. Ilyenkor az egyik legveszélyesebb dolog elhinni azt, hogy már Isten sem szeret minket, elfordult tőlünk, már Istennek sem kellünk, hiszen ezzel jön a vádló, az ellenség. Először ugye azt mondja, hogy nem nagy dolog, ha ezt megteszed, később pedig azt mondja, hogy ez akkora dolog, hogy már az Isten sem fogad vissza téged. Ez azért is butaság, mert ha az Isten a bűnös, úgymond világi mi voltunkban megkeresett, és szeretetével átölelt, és magához vont minket, bűnösként, világiként, akkor most miért ne szeretne minket? Ha Isten szereti a bűnös embert, akkor miért ne szeretné a saját gyermekét, aki botladozik? Mi is szeretjük a gyerekünket attól, hogy elesik, elbotlik, újra és újra, vagy ha újra és újra elköveti ugyanazt a butaságot, mi ugyanúgy szeretjük őt. A másik veszélyes dolog az, hogy a gyülekezet tagjai is bántják azt, aki esetleg megérzik az alkohol szagot, vagy valakitől hallották, hogy az illető valamilyen befolyásoltság alatt volt. A gyülekezet tagjai elfordulhatnak, a gyülekezet kiközösíthet, de az Isten akkor is melletted marad, kitart melletted, ha bűnösként szeretett, akkor most is szeret, ő hűséges marad, és akárhányszor elesel, ez jusson eszedbe, hogy az Isten hűsége nem hagy el téged, az Isten hűsége veled marad, az Isten szeretete veled marad, mert az Isten nem tud hűtlen lenni, ő egy hűséges Isten, kitart melletted, és hisz benned. Ez a legnagyobb üzenet. Mindig, mikor elesel, ez jusson eszedbe, hogy igen, megint elbuktam, igen, megint hülyeséget csináltam, ugyanabban a dologban, de elég nekem az Isten kegyelme, azt tart meg engem, azt tart engem az Isten közelébe, nem az én tetteim tartanak az Isten közelébe, hanem az Úr drága kegyelme, Jézus kegyelme, áldozata, amely megmosott a keresztnél, ez az, ami Isten közelébe tart téged, Isten trónjánál tart téged. Ha elestél 100-szor, akkor kelj fel 101-szer is, abban a tudatban, hogy Isten hisz benned, számít rád, és az ő kegyelme tart meg téged. Nem a te tetteid, nem az én tetteim tartanak meg minket, hanem az Isten kegyelme, és ez egy óriási dolog, óriási üzenet, az Isten szeretete, jósága, hűsége megtart téged. És ez adjon erőt, Isten nagyon áldjon meg, és erősítsen meg téged, mert hogyha így újra és újra talpra tudsz állni, és ezt tudatosítod magadba, és egyre közelebb tudsz kerülni az Istenhez az esések ellenére, akkor szépen lassan ezek a láncok is le fognak rólad hullani. Lehet, hogy egyik napról a másikra, lehet, hogy lassabban, de le fognak hullani, hogyha te az Isten kegyelmére, szeretetére, hűségére fókuszálsz, nem pedig a te alkalmatlanságodra fókuszálsz, nem pedig arra figyelsz oda, hogy mit mond az ellenség, mit mondanak mások, hanem csak is egyedül az Isten hűséges kegyelmére és szeretetére. Így ki fogsz tudni jönni ebből, nem biztos, hogy egy nap alatt, nem biztos, hogy egy hónap alatt, de legyél ebben határozott, hogy így lehet kijönni ebből a dologból. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, meghallgattatok, Isten áldjon benneteket, sziasztok!